A legfontosabb gondolatom az, hogy a tizedik kapcsán úgy kell megélni a tizediket is, mint az elsőt, és a tizedikre is úgy kell gondolni, mint az elsőre. Ebben az a nehéz, hogy ehhez nem szabad hozzászokni, mert rengeteget küzdöttünk az elsőért, és sosem lehet tudni, hogyha majd visszatekintünk az időben, nem ez volt-e ez a tizedik volt-e az utolsó, nagyon reméljük, hogy nem, de nagyon-nagyon szeretném azt, hogy minden egyes kupagyőzelmet egyformán, egyforma hívvel tudjunk megünnepelni, és ez különös erőröm volt, hogy kerek szám lett, és megvan a 10. Mi a következő feladat, következő lépcső? Nincs időnk pihenni, sem a stábnak, sem pedig a csapatnak, hiszen az Euroliga rájátszása itt van közvetlenül előttünk. 2 hét múlva már Sopronban fog tartózkodni a Oroszország 2 sztárcsapata, 2 mamut egyesülete, a Jekaterinburg és a Kursk, hogy itt mérkőzzenek meg a soproni buborékban a Final Four-ba jutásért. Ránk pedig Franciaország bajnok csapata vár, tehát Sopron Basket Lyon rájátszás fog következni március 17-én és 19-én. Úgy, mint rendező és úgy, mint résztvevő, azt hiszem, hogy minden idegszálunkkal most erre kell és erre is készülünk. Mondhatom azt, hogy a nap 24 órájában, hiszen úgy a rendezési feladatok terén, mint a pályán a csapatunknak meg kell tudni állni a helyünket, fizikailag, taktikailag és természetesen, ami a legfontosabb, mentálisan jól fel kell tudnunk készülni erre a sorozatra, ez van előtt. Kordában tartató még a buborékban történő játszás, ez okoz még problémákat esetleg? A novemberi tapasztalat az volt Európa szerte, hogy akadtak problémák, hol kisebb, hol nagyobb. Mi azzal büszkélkedhettünk a téli tornák során, hiszen mi már rendeztünk, hogy nálunk nem talált hiányosságot a FIBA, és gyakorlatilag hibátlanul bonyolítottuk le a rendezést. Nagyon magasra tettük ezzel a lécet, és azt hiszem, hogy ez most a feladat abban a pillanatban, amikor megérkeznek ezek a csapatok. Remélem, hogy már felkészültek leszünk rá, és zökkenőmentesen fogjuk tudni lebonyolítani a rendezvényt. Milyen érzés volt a csapat vezetőjeként, kapitányaként, MVP-nek lenni most egy kupa döntőmeccsen? Hát igazából ez csak egy ilyen plusz dolog, tehát ez a habatortán kategória, mert tényleg a legfontosabb az, hogy megszereztük a Magyar Kupát, és az, hogy meg tudtuk szerezni a klub 10. Magyar Kupa győzelmét, ugye ez volt, nem titkolt.